Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Megnézzük a május második ingyenes játékot, amivel én már korábban is játszottam, még a megjelenés előtt, az Orcs Must Die 3. Ez, srácok, egy Tower Defense játék, de ez egy olyan Tower Defense játék, amiben te is ott vagy, mint játékos, neked is segítkezned kell a védekezésben, ugyanis úgy tudod megakadályozni azt, hogy A-ból B-be eljusson hogy ne jusson el a sok szörny, hogy csapdákat szerelsz fel, illetve a fegyvereddel és a különleges képességeiddel visszatartod őket. Sajnos a harmadik részben csak két fő scope van, és az előtte levő Orcs Must Die Unchained-et, a 2017-es verziót leállították 2019-ben, abban lehetett utoljára négy fővel játszani, és itt két karakter van, de hát ha jól tudom, ezek nem is olyan kiemelkedők ezek a karakterek. Sajnos egyébként egy nagyon fontos információ emellett az, hogy ott hagyták a játék fejlesztését két éve, amikor megjelent PS5-re a játék, úgyhogy hát ez elég szomorú, minden esetre két DLC-t azért még kiadtak, így a megjelenés után. Az egyiknek nem örült annyira a rajongó csapat, nem örültek az emberek, nem is nagyon játszanak amúgy ezzel a játékkal, pár száz, mondjuk az a mostanság megjelenő játékok, amik fel vannak hype-olva, aztán egy pár hónap után eltűnnek, azért a pár száz fő is mondhatni jelentős. A második DLC, ez több pályát is tartalmaz, ez is amúgy tartalmaz hármat, ez több pályát, meg nagyobbakat, fegyvereket is, új fegyverek, új csapdák vannak ezekben a DLC-kben, de az alapjáték is egyébként szerintem kiváló, van story mode, endless mode, weekly challenge is volt megjelenéskor, nem tudom, hogy azóta van-e, illetve van ilyen war szenárió, ahol az gyakorlatilag egy nagyobb védekezés, tehát ott akár több ezer ellenség is jöhet, és meg kell védened a váradat. Meg ott, abba a módban sokkal durvább csapdákat tudsz állítani. Úgyhogy ja, ez lenne az Orcs Must Die 3. Az előző rész az 2012-es, mármint az Unleashed előtti. Azelőtt pedig ugye az első Orcs Must Die 2011-ben volt, akkor egy csomó ilyen akció Tower Defense játék jelent meg. Egyébként a Robot Entertainment az, akik az Age of Empire online megjelenésével kezdték a karrierjüket, és ők azok az arcok, akiket régebben az Ensemble Studios, azaz az Age of Empires-ök, ők voltak a felelősek azért, és a Robot Entertainmenthez egyébként még pár zingás arc is csatlakozott. Na. A másik játék, amit már megnéztünk, az a Cat Quest 2, ez egy nagyon egyszerű kis RPG játék, de mégis azért figyeltek arra, hogy vannak lények, akik érzékenyek a mágiára, vannak, akik pedig inkább azt szeretik, hogyha karddal püfölészed őket, illetve lehet öltöztetnie is a karaktereket, különféle statokat boostolnak, van, aki éppen a mágus, vannak ruhák, amik mágus ruhák, vannak, amik meg a közelharci sebzést erősítik, ezeket lehet egyébként a kovácsnál fejleszteni, ezeket az armorokat, és tudsz a két karakter között választani, vagy hogyha úgy van, akkor kóban is tudod játszani, ez a Cat Quest 2, vannak melléküldetések is, nyílt világú az egész, meg tele van macskás poénnal. Főleg, hogyha értesz angolul, akkor pláne fun. A jövő heti játékok közül az egyik a Circus Electric, ez egy Darkest Dungeon cirkusszal. És azt mondtátok, hogy ez egy magyar fejlesztésű játék? Most így hirtelen nekem nincs meg, hogy az N Studio az most így micsoda, de ez egy Darkest Dungeon játék. Ők az ellenségek,
ők vannak a jobb oldalon, mi pedig ott a bal oldalon, a crew-val próbáljuk őket eltenni. És itt van a cirkusz, ez pedig olyan, mint ugye a Darkest Dungeon-nek az a épület menedzselős része, amikor éppen nem vagy kalandom. Úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy ez milyen lesz. Itt írják, hogy ez ilyen story-driven RPG taktikával és cirkusz menedzseléssel. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Szerettem még anno a Darkestet nagyon. Legalábbis az első rész az szerintem legendás. Az Zen Studio budapesti székhelyű videójátékfejlesztő cég. Ó, köszi. Ők a izékkel? Azzal a... Igen, a flipper játékkal foglalkoztak, tényleg. Hát a másik játék a Circus Electric mellett pedig... Kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok, hogy ez mihez ismerős. Operencia! Cene, tényleg azt majd ki akarom próbálni. Az rajta van a listámon, az Operencia. Ők csinálták azt is. Szóval, hogy itt van ez a videó. Hasonlókkal, mert biztos találkoztatok, amikor így scrollozgattatok mondjuk esetleg egy Facebookot, vagy esetleg bejött valami reklám valahol. Ez egy Idle RPG. És ahhoz lehet most ilyen in-game currency-ket szerezni. Ne haragudjatok, de ez a promo videó vagy trailer, ez kicsit leírta magát nálam, de hát majd lehet megváltozik a véleményem jövő héten. Főleg, hogyha mondjuk egy zsíros promóció üti a markomat. Csak viccelek. Hát igen, ez lesz a másik játék. Na de nézzük az Orcsmass Die 3-at. Nézzük ezt milyen. Azt mondja, hogy uncapped a frame rate, nincsen vészink, ez már nagyon jó kezdés. Megnézzük, hogy tényleg minden maxon van. Minden maxon van, 1040p, nagyon jó kockaszámok bal felül lesznek. Nincs hozzá egyébként magyar nyelv. Igen. De nem is hiszem, hogy nagyon kéne. Jó. Régi barátok. Jól van, van még weekly challenge. Ó, hát ez megjegyezte, hogy hol tartottunk. Nézzétek csak. Honnan tudja? Honnan tudja, srácok? Nem baj, az elsőn fogunk kezdeni. Vagy alapból a 11-est lehet nyomni. Nem baj. Ezek kémkednek. Az epikesek kémkednek utána. Azt hittem, hogy akkor látszódni fog valami rank. Mindegy. Megy az elejétől, srácok. Első mission. Maximilian is gone. No one knows where he is. He left the order. He left me with these children. Born with the ability to use rift magic, Egan had no idea how powerful he was. Ez az, ez a férfi esi a LOL-ból. But she lacked control. I had to test their capabilities. Kettem, hogy szórakoztat a játék, én három ismerőse is végigtoltam külön-külön. A real ogre would have eaten you by now. Sorry, sorceress. You will wish for that fate before long. Think he's ever coming back? Wow, it's like you're allergic to saying smart stuff. Come, playtime is over. Hát én azt nagyon sajnálom, hogy ez kétfős. Na! Tutoriál, srácok. Meg van tutoriálozva. Bal alul currency. Költsd el csapdákra.
Több enemy meghal. Jobb oldalt, loadoutod. Válasz különféle csapda és fegyver közül. Objektív, fölül, és ott mutatja, hogy ott oda mennek a riftbe az ellenségek. Ha eléri a száma nullát, akkor az neked rossz, vesztesz. Okay, that is definitely not an order rift. Na. Yeah, I'd like to tell you I knew that. Innen jönnek. I didn't. You are correct, Kelsey. That rift is different. Quickly, get traps placed and stay on the move. Alapból szerintem nincs ennyi mindened. How do we hear her when we can't see her? Telepathy, genius. Now, let's try out these traps for real. Viszont nálam megjegyezte, hogy mi volt a Steam-es verzión. Hoppá, még nem akartam elindítani. Na, rakunk egy ilyet. Enemies are preparing to breach one of our gates. They've broken through a gate. És így lehet őket irányítani, ezt szerettem. Ó, megy a fagyasztás. Hát most nem láttátok meg milyen, hogyha felkészülünk, mert életlen elindítottam. És már jön is a következő hullám. Na. Ajaj, támadják a barikádot. Hogy vagyok? Jó, köszönöm szépen a kérdést. Remélem, hogy ti is srácok. Aha, igen, igen. Na, valahogy így jók leszünk majd. És akkor ezen végig kell menniük. Jobs done. Ja, az másik jelentek, ugye? Nagyon megmondta. Final wave. Na gyertek! Szerintem ez a sokkoló, szurkáló, ez már egy fajta fejlesztés. Hoppá, az rossz helyre ment. Ez meg valami gyógyítás volt. Hú, valami vérfarkasok. Ez mi? Hát mi átszaladt az egész mindenségem. There are enemies in our rift room. Can't keep me down.
Jó, senki nem tudott bejutni. Megy a Fortis tánc. Nyolc millió achievement. Jó, elfolytak az achievementek. Na. Upgrade. Ja, hát igen, ez fel van fejlesztve. 3000 damage-et csinál, tehát ez így maxos. És ott van, hogy unique upgrade, fire damage. Tehát, hogy ezen már nem lehet fejleszteni. Barikád is, ahogy látom. Ja, 6 koponyát, itt vannak a koponyák. Collateral damage taken. Veszünk rá egy ilyet. Valaki tudja, hogy lehet együtt ölni Epic Steel-en? Hát figyelj, az alapján Barbum, hogy én most indítottam el először az epikes verziót, és itt van minden a Steamersből, szerintem van izé, tehát hogy lehet együtt nyomni. Jó, secondary, freezes enemies, secondary, hoppá, secondary gránát atak, nem is használtuk a gránát atakot, de most már azt is tudjuk, hogy olyan is van. Trap reset trinket, na tessék, még trapeket is tudunk resetelni. Guardian archer, acid geyser, giant flip trap, gravitás, gravity pillar. Lehet ilyen spike wall, mit szóltok? Ú, 30-as kombó, nem vettünk fel koponyát. Jó. Hogy lehet tovább menni? Continue. Jó. Végül is, igen. Man, the sorceress is really tossing us into the deep end of the pool. Na, most az a nehezítés, hogy ugye ott bal felülről is jönnek majd, meg majd jobb felülről is, tehát onnan is. Úgyhogy a védelmet azt valahol itt kéne fölállítani. Valahogy. Na, én valami ilyesmiben gondolkozom. Woo, let's do this. Enemies are preparing to breach one of our gates. They've broken through a gate. Menő amúgy ez a secondary. Here they come. Az ilyen szegységek voltak a kedvenceid?
They've breached another door! Kipróbálhatunk amúgy mást is. Na nézzük! Kérünk egy ilyet ide. A fagyasztót szerintem túl közel raktam. El lehet adni amúgy a dolgokat? Nem között el lehet adni, aha. Ja, látom el. Azt mondja, hogy 7-es. Na nézzük. Ez a 6-os, ez mi lát? Ezt nem is tudom sehova se rakni. Ezt a játékot és megjött hozzá kedvem. Srácok, valaki emlékszik, hogy mi az a játék, ami még olyan, mint ez, és nem a Sanctum, ami hasonló ilyen Tower Defense? Valami Dungeon a neve, nem? Nem a Sanctum. Az is amúgy nagyon jó. Fortnite Save the World. Lehet, hogy a Dungeon Defender, aha. Szerintem az lesz amúgy. Aha, Dungeon Defender lesz az, akkor igen. Köszi. Na, azt is nagyon szerettem. Lehet amúgy headshotot lőni. Új. Na, melyik Dungeon Defender az ingyenes? Második rész? Na, köszi. Na! Nézzük meg új csapdát. Guardian Archer-t. Azt mondja, hogy fire damage-et tud majd nyomni. Veszünk neki ilyen, hogy még több HP. Tessék, fejlesztettünk rajta. És akkor megpróbáljuk ezt hozni. Szeva Fixer Hunter. Én is nagyon-nagyon szerettem. Annyi, hogy majd testre kell szabni, hogy mi az, ami nálunk legyen. Tehát azt hiszem be lehet állítani. De lehet, hogy majd a következőnél. Tehát B. Ja, itt kell akkor beállítani. Yes, Kelsey. The oldest is Master Cygnus, if he is still alive.
But why would Master Cygnus open rifts for orcs to pass through from other worlds? I know rifts provide magic, but this magic is not a positive force. Keep the orcs at bay. I must travel elsewhere for answers. Great! We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. Na. Guardian Archer. Spike Wall. Meg ezt az acidosat lerakjuk. Short range lightning damage. Jó, lerakjuk ezt a lassítósat is. Na itt az a trükk, hogy itt is az van, hogy innen is jönnek, meg onnan is jönnek. És ide nem szabad eljutni. Oké, akkor én azt mondom, hogy a védekezést azt itt fogjuk kezdeni. Méghozzá valahogy így. Perfect placement. Valahogy így. Megnézzük, hogy egyáltalán jó lesz ez. Szerintem jó lesz. Ja, mert hogyha mondjuk ide rakunk egy ilyet, az úgy jól lát, meg akkor teszünk ide egy... Aha. Jó, majd őt medium... Majd megnézzük, hogy ők hogyan tudnak lövöldözni. Megnézzük majd, hogy ők hogyan tudnak lövöldözni, és akkor... Kezdjük. Ready as always. Szóval a pixeleim, én nem is tudom. Én ezt kóba toltam amúgy sokat, ezeket a gémeket. Tower Defense jellegűekkel te Valkafáron modot nyomtál. Ami Dota mod volt, a Legion TD, ami valószínűleg lehet, hogy korábban Warcraft mod volt. Abból már amúgy van különálló standalone játék. Az baj. Van szerencsére egy csomó pénzünk. Enemies are attacking on another front. Hogy is akarom? Jaj, Jézus! Egybe ment szerintem. Surprise them.
exactly where I want it. I love traps. Érdemes nekik fedezéket csinálni? Ja, akkor lehet másfele kéne őket elvinni. Más setup kell oda. Enemies at the rift. We only have half our rift points remaining. Tell your friends. Oh wait, you can't because you're dead. I need a bigger challenge. Jó lesz ez. Jó lesz ez. That's why. They're almost there. Ez még nem az utolsó wave. More enemies on the way. Jöhet majd a lassító. Igen, ketten könnyebb. Javítani se például tudom, hogy kell. Meg majd jobb lesz ez, hogyha ugye lesznek fejlesztések az íjászokra. Opa. The barricade is under attack. Ja, amúgy jók ezek az íjászok. They're attacking a barricade. There are enemies and our team destroyed a barricade. Ó, köszi.
That right there. Ja, kész. Extra credit. Hogy nyomja a táncot? Hát ez most nem lett olyan jó. De mindjárt újra próbáljuk. Na. Deals fire damage. Jó, az bent is van. Ezt most megnézzük még egyszer. Sorceress, if only the oldest living war mage can open rifts, wouldn't that mean... Yes, Kelsey. The oldest is Master Cygnus, if he is still alive. But why would Master Cygnus open rifts for orcs to pass through from other worlds? Let's go. I know rifts provide magic, but this magic is not a positive force. I have great confidence. Keep the orcs at bay. I must travel elsewhere for answers. Great! We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. Látványos, amikor a tüzes nyílvá szórják őket, igen? Jézus! Elmondhatjuk azt, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet volt. There are enemies and they're entering the rift. Nem. Ez nem volt jó ötlet. Sorceress. If only the oldest living war mage can open rifts, wouldn't that mean... Akkor mondjuk mehet kettő. The oldest is Master Cygnus, if he is still alive. But why would Master Cygnus open rifts for orcs to pass through from other worlds? I know rifts provide magic, but this magic is not a positive force. Keep the orcs... Na, valahogy így. We must travel elsewhere for ez már egy fokkal jobb lesz. Great. We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. Mármint úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt a Rift-től 5 méterre a pályaszakasz legrövidebb részére pozícionálni magad. Hát... Hogyha mindkét részt akarom védeni, akkor így egyedül szerintem ezt a pozit kell fogni. Chef, szerintem. Azt hittem, hogy manát is tölt vissza a rift. Nem, ez nem, ez határozottan. Ez határozottan nem Jotax. Oké. Akkor jók ezek az éjjászok, csak nem így az elején. Na, akkor megnézzünk annyiba mást, hogy... I know rifts provide magic, but... This magic is not a positive force. Keep the orcs at bay. I must travel elsewhere. Na, kérünk egy ilyen hetest ide. Great. We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. Megnézzük, hogy így milyen. Yeah, now's the time. Enemies are preparing to breach one of our gates. They've broken through a gate. Oh.
kapják az acidot. Milyen build-el toltad D4-be a Necrot? Hát szerintem vannak fönt podok, ahol meg tudod nézni. Nem, ez nem jó. Jó, hát akkor maradunk a megszokottnál. Maradunk a megszokottnál, annyi, hogy több izé lesz. Yes, Kelsey. The oldest is Master Cygnus if he is still alive. But why would Master Cygnus open rifts for orcs to pass through from other worlds? Vannak olyan csapdák, amik belökik az ellent. Ja, ez a hatos. Ez például. I must travel elsewhere for answers. Great. We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. Enemies are preparing to breach one of our gates. The door is down. Here they come. Hogy vannak itemek is. De a 9-es. Azzal lehet gyógyítani. Nullásra meg rezetelni a trepeket. Alternatív fegyverek is vannak, ha nem jön be például a soti. Hát most ugye ez a felfejlesztve. Dudes are so fast. Those are kobolds. They'll also set up our traps. Opa. Attacking the barricade. The barricade is down. That was trivial. The barricade is nagyon, nagyon morcosak. There are enemies in our rift. They're entering the rift. Egy rossz csapda lerakás. Egy rossz csapda lerakás, hogy elszúrta a ránt, mert elkezdtek ott izé harcolni. If only the oldest living war mage can open rifts, wouldn't that mean? Na, szóval. The oldest is Master Cygnus if he is still alive. But why would Master Cygnus open rifts for orcs to pass through from other worlds? I know rifts provide magic, but this magic is not a positive force. Keep the orcs at bay. I must travel elsewhere for answers. Great! We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. De amúgy megnézhetünk más fegyvert is majd ezután. They've broken through a gate! Zephyr,
take them all down. The optimal spot. More enemies are breaking through elsewhere. Look out! Na. The defenses have been breached again. Nem, nem, mondhatod nyugodtan, Barbom. Here they come. Dudes are so fast. Those are kobolds. They'll also set off our traps. There are enemies in our rift room. Tell your friends. Oh, wait, you can because you're dead. Ne, ne, ne! Ezt nem hiszem el. Well, that didn't work. They're almost there! Okay. The barricade is down! Csak elkövettem még egyszer ugyanazt a hibát. Na. Sorceress, if only the oldest living war mage can open rifts, wouldn't that mean... Yes, Kelsey. The oldest is Master Cygnus. Ott van például a tártep, azt is amúgy lehetne használni. Why would Master Cygnus open rifts for orcs to pass through from other worlds? I know rifts provide magic, but this magic. Na nézzük még egyszer, hát ha nem szúrom el. Keep the orcs at bay. I must travel elsewhere for answers. Great! We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. Ha megnézzünk akkor másik fegyvert. Ja, mondjuk ehhez a karakterhez lokkolva van. De ettől függetlenül lehet másikat pikkelni, mert mondjuk azt a healing trinketet azt nem használjuk. Na, valami ilyesmi lesz. Yeah, I'm good. Gyors kis mobok ellen lábát raktam a legvégére a bárégnek. Ahogy ez... Pau. Nem tudtam őket lefagyasztani. Jó, bement. Amúgy ez nem, nem jó. Ezt meg kell csinálni, srácok. Oké. Sorceress, if only the oldest living war mage can open rifts, wouldn't that mean... Yes, Kelsey. The oldest is Master Cygnus, if he is still alive. Redukálja a CD-t a trappeknek. Tehát akkor ez józolós. I know rifts provide magic, but... This magic is not a positive. Aha, józolós. Sorceress, if only the oldest living war mage can open rifts, wouldn't that mean? Yes. Nokkolni is tud. Mondjuk azt is megnézhetjük. But why would Master Cygnus open rifts for orcs to pass through from other worlds? Long range multishot ice attack. This magic is not ja, az volt bent ott. Nézzük meg azt. Nézzük csak. I must travel elsewhere for answers. Great! We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. Ja, és akkor manából tudunk ilyet lőni. Á, oké. Na jó. Nézzük meg akkor ezt így. Sorceress, if only the oldest living Én tartom magam ahhoz, hogy ez működni fog itt. Yes, Kelsey. The oldest is Master Cygnus, if he is still alive.
But why would Master Cygnus open rifts for orcs to pass through from other worlds? I know rifts provide magic, but this magic is not a positive force. Keep the orcs at bay. Főmedőbe lehet rezetelni a pontokat. Jó ez, jó ez. Great! We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. They've broken through a gate! Szóval rögtön fagyasztunk, ahogy látom. Defenses have been breached again. Man, these little dudes are so fast. Those are kobolds. They'll also set off our traps. This will surprise them. Jó lesz a srácok. Enemies in our rift. They're entering the rift. Bement egy. They're attacking a barricade. Enemies at the rift. De hogy? Hogy csináltam ezt más, hogy az előbb? Fú, na jó, egy utolsó próba ezen a pályán. Sorceress, if only the oldest living war mage can open rifts, wouldn't that mean? Yes, Kelsey. The oldest is Master Cygnus if he is. Annyit tudunk csinálni másképp. Why would Master Cygnus open rifts for orcs to pass through from other worlds? I know. Mert eleve ide húzzuk fel. This magic is not a positive force. Keep the orcs at bay. I must travel elsewhere for answers. Great! We fight the bad guys, she takes a vacation. It's cool. Na nézzük. Can't wait. Van egy fegyver, amivel a fejre lősz tölti a manát, azzal lehet kombinálni sok mana használó képességet. Oh. Enemies are preparing to breach one of our gates. They've broken through a gate. Here they come. Jó játék, csak sajnál nem bírja el a gétem. Igen. Hát nem tudom. Nekem ez ultra grafikán nem nagyon használja ki a gétemet. Bár hogyha ez nem fut el, akkor még mindig ott van a második rész egyébként. Ezt nem hiszem el, srácok. Mindegy. Semminél jobb. Gép igény azt írja? Hát de miért nem töltöd le? Easy. There are enemies in our rift room. Ne is tudod tölteni, hogy kipróbáld. More enemies are attacking on another front. They've breached another door. Oh.
little dudes are so fast. Those are kobolds. They'll also set off our traps. Tell your friends. Oh, wait. They're almost there. Enemies at the rift! The barricade is under attack! Jó van, akkor... Jó van, akkor... Mehet a kövi. Na! Azt mondja, hogy... amit még akartam megnézni. Igen, másik hős. Order Temple, azt kell teljesíteni, hogy újabb karakterekkel játszunk. Most megnézzük a csávót, ugye neki más a fegyvere alapból. Ugye megnézzük, hogy mi az amúgy. Aha. Curing your mother's fever, teleporting the family cat down from a tree. Mm-hmm. I remember. And yeah, stuff kind of happened when I was around. Just good timing and luck, right? No, it's not mm-hmm. luck. Some of us have to work to use magic. For you, it just Na, valahol happens. Ide fogom majd építkezni. De nem ezzel a karakterrel. A Soti jobban tetszik, mint ez. Mondjuk lehet, hogy bent is tudtam volna amúgy beálltani. Ja, látom, ez a Brimstone. Megnézhetjük amúgy a Brimstone-t. Mindjárt berakjuk. Sorceress, that thing you said about how I was, you know, born with innate magical ability like Vorwick? You don't remember your childhood? Curing your mother's fever, teleporting the family cat down from a tree? I remember. And yeah, stuff kind of happened when I was around. Just good timing and luck, right? No, it's not luck. Some of us have to work to use magic. For you, it just happens. We've no time for this now. You have work to do. Hmm. Mégsem. Előrébb kell építkezzünk. Nézzük csak, hogyha mondjuk odarakjuk a barikádot. Ott is barikád lesz. The optimal spot. Jó. This'll surprise them. They'll never see this one. Mm-hmm. Lehet, hogy itt egy kicsit szellősebbre kell majd hagyni a dolgot. Ja, a daráló használata az amúgy király lenne, igen.
Nem tudom, hogy sebez az acid, de ha a másodperc alapon, akkor nem érdemes az elejére rakni egyet. De az lesz majd a terv. Most ezt a magmásat nézem meg. Hogy milyen. Enemies are preparing to breach one of our gates. They've broken through a gate. Here they come. Onnan alulról is jönnek, és akkor ugye ide följönnek. Jesus, milyen nagy mamlasz jön. Hát ezek nagyon sokan vannak már most. So now the ogres are covered in armor? All that armor should make them pretty weak to lightning attacks. Lightning ad a kopácsra. Ez nem néz ki így jól, srácok. Jó, akkor nem próbáljuk meg irányítani őket, hanem szimplán csak rakunk le ilyeneket. Mondjuk, annyit talán lehetne, hogy mondjuk így. We've no time for this now. You have work to do. Textbook. I love traps. Egy ilyet csak fel kell csapni a falra. De most megint ugyanott vagyok, hogyha ezt itt felhúzom. Nem baj. Már ez is egyébként talán így jobb lesz. De ez túl sok enemy. Ez rohadt sok enemy. Mindegy, ezt most ide felrakjuk, és akkor megnézzük, hogy milyen. Na nézzük! Enemies are preparing to breach one of our gates. The door is down. Here they come. So now the ogres are covered in armor? All that armor should make them pretty weak to lightning attacks. Hello. Oh.
barricade. They've destroyed a barricade. Akkor jó. They're entering the rift. We only have half our rift points remaining. Where are you going, huh? Our rift is failing. Vannak egyszer használatos csapdák? Hát lehet, hogy azt kellene használni. Jó van. Megmutatom még nektek ezt a war szenáriót. Itt van egy, meg ott van még egy. Csak hogy milyen a nagyobb csata. Master Cygnus and Vorwick would fight one more battle together before the end. Why won't you understand, Cygnus? The orcs need a master to shape their single-minded stubbornness. Vorwick, old friend, any control would be temporary. See the orcs for what they are, an unstoppable force of nature. What I see, old friend, is that you refuse to share your power and help me protect the Order. If that is truly your goal, look to the defense of this rift. They are coming. Ja, ezekre lehet ijászt rakni. Surprise them. This could stop an army. There can be no escape. Ezen a napon például fixelnek ezen az egyik irányt, ha egyedül vagy. Ja, igen, igen, pont azt nézem. Na, megpróbálkozunk ezzel. Archer, stand ready. A master's war machine. The orcs shall meet their demise. No better spot than here. Failure is not an option. Ja, erre is lehet rakni ilyet. Akkor ezt mondjuk, ha ide teszem. We will rain death upon them this day. One of these here. Na, jól van, nézzük meg. Ready to fight. Ja, és falra is, mert a tetőre is lehet rakni, igen, igen. Na most itt nagyon-nagyon sokan jönnek. Figyeljetek, hogy nyomják majd az ijászok. Archers ready! Well, well, well. Those dynamite archers could pose a problem. Yes. Remember to fight them far from any barricades.
Ja, ott eljönnek mellette. Az komoly. Bye. Remember me? A worthy foe. Na. Igen, tehát hogyha ez itt van, hogy is kéne. Igen. Jó. Na, ez így már jobb lesz. Tehát végig kell itt jönni. Jó. Ha előrébb is meg tudjuk csinálni amúgy ezt az utat, ezt a csapdát, sőt már valószínűleg amúgy az elejére kellett volna csinálni, akkor az íjászok, ha mondjuk le vannak ezek lassítva, akkor nyilván több eséllyel találnák el. Jézusom, még jön egy csomó. Fura, hogy bal kézzel nyomja, nem a botjával. Na, igen, na hát, például ugye lehetett volna ilyet is lerakni. Mert még egyszer? Mert még egyszer, ez nagyon jó volt. Mert még egyszer. Master Cygnus and Vorwick would fight na. One more battle together before the end. Why won't you understand? Igen, igen, oda is lehet majd rakni íjászokat, ide. Their single-minded stubbornness into obedience. Vorwick, old friend, any control would be temporary. Meg ez mi is? An unstoppable force of nature. Édes Isten, miért kezdtük előre? Mert ez rossz tervezés volt.
És már nem ad időt a két wave között egy kis pihenésre. Meg a Boom Barrel. Na tessék. Hát például ugye, hogy is van. Ugye ide is lehet pakolni jászokat. What I see, old friend, is that you refuse to share your power and help. Ja, én irányítom a katapultot. Ó, köszi. If that is truly your goal, look to the defense of this rift. They are coming. Jó. Hát jobb esetben ez beleküldi a szakadékba. Rosszabb esetben fölküldi az ijászokhoz. Ja, amúgy ez egy jó info. Ez mi? Ez mire jó? Ja. Hoppá. Very good. Padlócsapda az arra fog. Ha minden igaz. Ha jól értem, nem? Az merre lök? Az oda be? Arra van a nyíl. Nem? Jó. Na jó. This could stop an army. Hát ezt majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mit és hogyan rakjunk. Tü-tü-tü-tü-tü. Archers ready. Ez jobban tetszik így, Konix? Az a semmire trigger elődött. Végül is kapom érte a pontot, tehát akkor jó. Tényleg. Breach el a kobold! Meet
9-es az ilyen jeges cuccot tudunk letenni. Ott mi történt velük? Ők hogy-hogy nokosok lettek? Ezt majd el kell adjuk, ezt a lögdösöt. Vagy én nem tudom. Ja, ezzel így fagyasztani lehet amúgy. Így. Nagyobb ellenfeleknél is lehet készülni azzal, ami jobban állt nekik. Armored ellen villám, HP regenes ellen a tűz. Aha. Igen, igen. Mana kell, mana, nincs elég mana. A városban tilos. This will surprise them. Aha, ide is fel lehetne őket rakni. Ezt a támadást, ezt az oldalsó támadást most meg kell fogni. Hova visz? Aha, az elejére, oké. Szevaga besz. Oké,
Well, well. Those dynamite archers could pose a problem. Yes. Remember to fight them far from any barricades. A master's war machine. Ja. IS, maxi IS védelem van itt, tüzes IS még hozzá. Igen, a dinamitosak azok lövik az íjászaimat. Az a jó, hogy ők nem erősödnek, csak ugye erősebb évek jönnek, de idővel elég erősek leszünk mi is. Nem tudom amúgy. Most így, hogy nyomom ezt, srácok. Szerintem ez sokkal jobb csapatban. Ez a game. Másra is tudsz ugye fókuszálni, egyik ötök épít mondjuk, a másik meg frontline barcol, ha éppen kell. Te se szereted egyedül? Hatványalcas kiesztik. Jézusom, ott mi van? Basszus. Nem, csak varázsló van. Ebbe a kampányba ilyen varázslóval nyomjuk, de hogy lehet másik fegyverrel is játszani. Mert minden karakternek van egy alapfegyvere.
Hoppá. Na mindjárt jön a kövi. Kövi vév. Na nézzük, mennyivel lesz ezt nehezen megtartani. Reset! Utolsó előtti vév egyébként. Aha, kóba lehet játszani. Gyors faszkok ellen kéne egy sor láva, aha. Mondjuk egy ilyen. Na. Reset. Hatalmas ijászkári van egyébként. Az a gond, hogy így van két másodpercen, azt nem tudom eladni a dolgokat, amik így nem tetszenek. Final wave közben. Gorbás. Gorbás ingratiates us with his presence. Stupid indeed, but he will try and destroy any barricades we have. Ja, már jön is. This could stop an army. Meet them with force. Hát ez baj.
Ennyi. Akkor jó. Elpusztíthatnánk elől a csapdákat. Nem. An excellent location. Tessék. A master's war machine. Aha, hát ezzel el is kéne találni az enemit. Ja, hogy ezeknek is cooldownja van, aha. Pathfinding. They did not pass. Ijászok, Carrie. Legalább nyertünk egyet, srácok. Hú. Ez a sikertelen körök után, a harmadik pálya sikertelen körei után, ez, ennek most nagyon örülök, hogy ez meglett. Na jól van, srácok. Amit nem, nem láttatok, az az, hogy milyen a weekly challenge. Jól van, ez ilyen rotálódik. Oké. Okay. Folyamatosan fogy a HP-nk, de az enemik, amiket megölünk, dobnak HP potit. Például. Endless mód, hogy nyilván a végtelenségig tolod. Ameddig csak bírod. Van itt Scramble. Azt mondja, Complete level 12 az Old Friend kampányba. És akkor itt vannak a két DLC. Illetve az Old Friend után itt van a Drastic Steps. Akkor azt hiszem ez még új, mert ezen még nem voltam. Ja, és akkor itt vannak a trappek, amiket így még lehet használni, látjátok, én egy csomó mindent még nem oldottam föl, de úgy, hogy ezek, amik fel vannak oldva, ezek még a legutóbbi Steam-es játékból lett amúgy feloldva. Itt van autóballista, wallblade, tornado in a box, sok zapper. Ja, úgyhogy itt lehet jókat kombózni, vannak jó fegyverek is, meg ugye karakterből is lehet mást feloldani, aminek az a különlegessége, hogy valamelyik, tehát hogy fix fegyver van náluk, és akkor ugye azokat is tudod fejleszteni. Úgyhogy jóféle ez a kis game, kár, hogy abba hagyták a fejlesztését, kár, hogy nem jön hozzá már nagyon content, de így Epic ingyenesen belül szerintem jól el lehet vele lenni. Mint láttátok, egyedül is akár, bár úgy nyilván nagyobb a kihívás, de csapatban szerintem az igazi. És hogyha amúgy ez bejött, akkor érdemes ránéznetek a sorozat előző részeire. Most itt nem az Unchained-re gondolok, mert azt már
azt már amúgy meg se lehet venni, mert ugye az tehát hogy leállították a szervereket, illetve ott van a Dungeon Defender, azt hiszem azt beszéltük, azt mondtátok, az is például tök jó. Úgyhogy hát remélem, srácok, tudtam nektek segíteni ezzel a játékkal kapcsolatban is, hogy be akarjátok-e gyűjteni, letölteni, kipróbálni, vagy esetleg nézi róla még videókat, streameket. Én a részemet megtettem. Köszi a figyelmet!